Üdvözlök mindenkit, én Szavik, ezt mind láthatjátok, a The Elder Scrolls 5 a Skyrim sorozatunk folytatása. Orsival, Tamriel Skyrim legnagyobb mágusával, legalábbis jelenleg a fő mágusával. No, hát ennyi mindent sikerült gyakorlatilag össze enchantingolnom, úgyhogy most ezeket szépen fogom is, és eladogatom valakinek. És közben majd szinteződünk, hogy mi merre hány méter, azt egyelőre meg ugye még nem tudom. De van egy képzettségpontom, amit igazából így elkezdhetek erre felé kitolni, ha nagyon-nagyon szeretnék. Nekromanciát azt annyira azért nem, de mondjuk az elementalista részét az azért jó lenne elkezdeni, vagy hát tovább vinni. Meg ugye itt van még az enchanting is, az se egy utolsó szempont, hogy igazából ezt a kettőt megcsinálni valamilyen úton, módon, úgyhogy igazából van három hely, ahol rakosgathatom a pontjaimat. Na de előtte keressünk egy tanárt, és hogyha már tanárt keresünk, akkor ezt is át kéne néznem, hogy mit akarok egyáltalán én tanulni. A bűvelést azt már úgyse tudok én szerintem. Hát, helyreállítást esetleg. Mert úgyis nagyon lassan tudok ezzel lépdelni, mert gyakorlatilag nem ütnek meg. Hát végül is erre. Ezt elkezdhetem felhúzni. Ezekre elkölthetem a pontjaimat. Most már csak a helyreállítós tanár kéne megtalálni. Még most nem tudom, hogy ezen a szinten tanultam-e már. Nem vagyok benne annyira biztos. Meg ugye, hogy mennyibe kerül a szintlépés. Meg ugye a másik az, hogy hol van a tanár. Szóval, ha megvan a tanár, akkor ugye folytatjuk tovább a Daedra küldetésünket. Ugye azt a tört szeretnénk ugye összerakni. Dagonnak a törjét. Amiből az egyik már megvan. Viszont a másik kettő az még nincs a birtokomban. Hát nem tudom, hogy ebben a részben meg lesz-e a másik kettő darab. Én igyekszem. Aztán majd meglátjuk. Szevasz! Ja, te vagy az. Aha, jó van, akkor öt szintet tudok lépni. Hát mindjárt megnézzük először is. Lépek kettő szintet, mert nem biztos, hogy annyi cuccom van, hogy vissza tudjam vásárolni. Feleslegesen meg azért nem akarok ennyit izé lépdelni. Na nézzük csak. Akkor ez ugye elmehet, ez is elmehet, ez is elmehet, ez is, meg ez is. Mehet, mehet, ork páncél is mehet, sisak is mehet. Aztán gyakorlatilag ennyi. Mert a többi az marad. Ja igen, ugye zafírköves részdiadémem van, amiben tudok beletenni valami enchantot. Jó, meg elvileg még vannak még tekercseim. Jó, hát meg ezt is odaadom igazából. Aztán ennyi, akkor 300 arany maradt nála. Igen, és akkor van egy nagy lélekkövem, ebbe tudok belerakni ebbe a diadémbe valami varázslatot, hogyha már errefele járok. Jó, hát akkor két szintet léptem, és többet már nem is akarok, mert azért a pénz az pénz. No. Szétbontani nem tudok ugye semmit se. Akkor ebbe akarok belerakni egy nagy cuccos. De most kérdés már csak az, hogy megint a pusztító varázslatokat részesítsem előnybe, és akkor 10% olcsóbb lesz, vagy regenerálódás. De szerintem jó lesz ez a pusztító varázslatos történet. Úgyhogy így már 20%-kal helyesbítek, 35% olcsóbbak a destructionös varázslataim. Az úgy nagyon jó, nagyon finom. Ennek örömére akkor én mentek is egyet. És akkor térkép. Igen, de nagy térkép kell nekem. Szóval, hajnalcsóba kell visszavinnem a kardgombot, majd. Itt van a beretvának a markolata, és akkor valahol itt nagyon-nagyon délen van, igen, a szilánk. Na, hát akkor gyakorlatilag itt az őrkövektől, vagy Helgentől kéne elindulni. Hát menjünk az őrkövek. Ja, ugye én nem tudok gyors... Ja, tényleg, épület belsejében nem lehet gyors utazni. Oké, oké. Igaz. És pont elcsesztem a helyzét, a kijáratot, pontosan. Na,
Igen, ez jogos, igen, mert csak innen lehet gyors utazni, épületek belsejéből nem lehet. Tehát akkor ide jövünk az őrkövekhez, és akkor innen elmegyünk oda. Falkizébizébe. Falkret, vagy nem tudom, hogy kéne kimondani. Meg közben felfedezgetünk dolgokat. Na, úgyhogy akkor hajrá. Ó! Hát jó, most ezt igazából végignézzük. Majd jól emlékszem, akkor nincs nálam kettő csákány, dual csákány. Mondjuk a vasérceket igen, most megint gyűjtenem kéne, mert most egy jó hosszú ideje már, hogy nem találtam érceket. Oké. Jó, veled nem foglalkozom. Jó, én nagyon örülök neki. És akkor nézzük csak. Hát elvileg itt van valami útszakasz, szóval hogyha itt a domb között itt átjövök, vagy hegy között, igazából az nem hegy, hát mondjuk kis hegy, ja. Nagyobb domb, kisebb hegy. Ó, te nem tudom, mit csinálsz, de amíg nem velem foglalkozol, addig én jól érzem magam. Jó, közben én is buffolom magam. Ezt a haladunk szépen tovább. Talán ez a köves út, ez elvisz a faluba. És akkor az úgy tök király lesz. Hú, de nagyon lassan töltődik a sztaminám. Ez mitől van? Pedig aztán még súly sincs nálam. Olyan nagy. Na, farkaskák. Nem engem támadnak, hanem ott valami vadállatot. Valami szarvast. Ami most szépen erre hozza ide őket. Ezek csak szimpla farkasok, jó van. Ó, hello, bérgyilkos. Hát, hogyha már így alakult, akkor bocsi. Na, nem akarsz neki egyet lecsapni? Akkor majd én. Egy kacsit bérgyilkos volt. Jó. Sötét testvériség bérgyilkos feljegyzése. Mindjárt elolvassuk, hogy az imi merre hány méter. Az utasításait szerint végezned kell az Orsi nevű célpontoddal bármilyen szükségnek vélt eszközzel. A fekete szentséget bemutatták, valaki holtan akarja látni ezt a szegény bolondot. Már megkaptuk a fizetséget a megbízásért, ezért a kudarc elfogadhatatlan, Astrid. Biztosan. A céltörmék pluszba. Ja, ez a Brotherhood. Hát mostantól igen, ezek is most vadászni fognak rám. Mondjuk a kérdés az, hogy miért, azt még mindig nem tudom, mert sose csináltam meg azt a küldetés sorozatot. Itt amúgy mi történik? Hello. Where are you? Szó szerint a lónak hello. Ja, ez csak egy vadász. Csak egy vadász végül is. Jó fele jövök amúgy akármerre. Ja, most föl kéne menni így éjszaknak. Vagy nem tudom, most az útszakasz az most már akar engem vinni. De jó lenne, ha fölvinne éjszak felé. Aha. Egy kis buff. Ha valaki ugye beleharapna a popomba, akkor ne instant halljak meg, hanem egy picit később. Ó, egy csontváz. Érdekes. Na nézzük csak. Vajon? Szerintem Gizargónak ez a tudsz, ez mindig nem fog működni. Főleg úgy, hogy tudom, hogy hol van. Nem a tekercsek között kéne lennie? Vagy én most voltam akkor a barom, hogy egyszer csak eladtam?
Hát amúgy nincs kizárva. Hogy eladtam Gizargónak az utcait, és akkor nem tudom megcsinálni azt a küldetést. Hát jó, ezek szerint eladtam. Jó. Akkor ezek szerint el. Mondjuk erre rátettem volna izét. A lélek szívást. Na most már mindegy. A léleklopót. Lélekbebörtönzőt. Szerintem igen, valahol beadhattam, csak ugye közben nem figyeltem. Szerintem így nagy baj, így amikor adogattam el a cuccokat. Akkor szerintem ott valahol valakinek eladtam véletlen. Mondjuk érdekes, hogy küldetéstárgy, és igazából nem szólt semmit a rendszer. Minden, majd meg kell néznem, hogy ha visszamegyek Gizargónak és Gizargóhoz, és elmondom neki ezt a cuccot, akkor ad-e még? Ilyet. Vagy nem, vagy ilyenkor mi történik? Vagy ez a küldetés akkor most így bukó? Mondjuk az sincs kizárva. Kis gomba. Közben visszabuffolgatom magamat. Közben itt szedegetem itt a nagy növényzetet. Nagy virágzatot. Aha. Na most itt úgy kéne menni. Úgy kéne felfedezni ezt a város, hogy nem a főúton, hanem hogy így felfedezem, így tök jó meg minden, de majd egy kicsit később akarok idejönni. Jó, megvan, fel van fedezve, és akkor majd egy kicsit vagy később. Mert itt is lesz majd egy Daedra küldetés, és azt szeretném majd az elejétől kezdve elkezdeni. Tehát nem az, hogy most így belefutok véletlenül a küldetésbe, és majd utána. Nem. És akkor most, hogy ezzel így megvagyunk, mentünk egyet, és megnézzük, hogy jó felé haladok-e akármerre, pontosan nagyon jó felé haladok akármerre, pontosan előttem van. Így erre felé. Ha megyünk, azt is ott kitakarítjuk, és akkor elvileg, hát mondjuk ebben a részben akkor valószínűleg meg lesz ez a Daedra. Küldi. Hogyha ilyen szépen tudunk haladni, akkor igen. Még most ugye a kérdés az, hogy most mekkora ellenállásba fogok beleütközni. Na. Jó, föl van fedezve, nagyon jó. Ó, most a nyuszit azt miért bántjátok? Várj már. Ja? Hát akkor nem. Akartam mondani, hogy orkok. Cső? Hát... Jó, ja, egyelőre elveszek mindent, aztán majd szortírozunk. Cső? Kivel harcolsz ott? Az évvilágon senkivel. Te figyúzzál már, tehát így... Oda bevenni, aztán ott úgy randalírozzál egy kicsit nekem. Anyád. Hát a testvéreim vagytok? Fú, mennyi minden van nálad. Ezt inkább azt sem nézem, inkább gyors instant. Aha, páncélkovácsolás. Szóval el is rakjuk, kovácsolás 21. szintre 5, mondjuk az nem rossz, mert mondjuk az is kell. Most itt lehet kovácsolgatni, az nagyon jó. Na most vajon, akit én itt ellőttem, az hova repült? Annak hova repült a teste? Ugye kérdés már csak az, hogy milyen szögből is találtam el, azt hiszem, hogy... Hát jó, végülis a hosszú ujja az itt van. Hát elvileg innen találtam el, és akkor elrepülhetett valahova... Erre? Hagyj békén az elementálomat. Köcsög.
Jó, ebből se veszek mindent. A fene se tudja. Hogy hova lett, hova tűnt. Ó, prém az kell. Mégis is vettem egy kis kaját, medveprém, az jöhet. Szenesített sivító írha. Azt szerintem csak kaja. Ezek itt mind csak kaják, meg bőrök. Úgyhogy ez itt így ennyi. No. Hát akkor... Mi ez a könyv? Semmi. Jó. Hát akkor irány majd ide befelé, csak előtte megnézzük, hogy például erre mi van. Erre lefelé. Ez például hova vezet? Ó. Kulcsos ajtó. Oké. Okay. Legalább az árnyításom is fejlődött. Egy kicsit. Hopp. Szakértő. Aha. Jó. Valami rémlik ezzel a, helyel kapcsolatban, igen. Hogy arra kell mennem. De a kulcsot az visszafelé fogom megtalálni. Ó, lépesméz, az nagyon jó. Hát kivéve, hogy én ezt most én megszakértem én itt. Mégis megszakérthetem. Mert van 25 kulcsom. Hát ilyen könnyű ez még sose volt. Jó. De akkor nézzünk el visszafelé is. Habár igazából akkor kéne visszafelé menni, mikor megszereztem a cuccomat, ami megvan. Jó. Kis zsákban van káposzta, nagyon jó. Ó. Jó, itt ruhák vannak. Hát akkor én elindulok lefelé, hogyha már kinyitottam itt magamnak a cuccost. Ez csak víz. Valószínűleg csak víz. Értékraktár. Oké. Okay. Hát akkor gyakorlatilag megspóroltam magamnak egy csomó időt. Ha jól emlékszem, akkor csapda van. Hát ide hogy jutok én be? Valami gomb van a falon, igen. Nézzük a zsákot, nézzük a szekrényt. Aha. Nagyon jó. Nagyon finom. Nagyon jó dolog. 15 arany. Most nem tudom, mit vettem föl. Vizsgáld meg, mi ez? A rejtett üzenetet, vizsgáld meg Galdur legendát. Ékkosz vereveszett legendái. Ja, hát ez nekem amúgy is megvan. Csak ezek szerint most kaptam meg a küldetést, azt a Galdur medálos izét cuccot. Érdekes. Hol ez a könyv? Hát a fene se tudja most ez melyik volt. Nem, ez a farkas királynő. Elveszett legendák? Szerintem ez volt. Ja, Galdur. Jó. Akkor ezt is elolvastuk. Aha. Oda kell nekem bejutni. Marék só. Közben azért mentünk egyet. Mert ki tudja, hogy mikor ugrik rám valaki. Meg honnan. Fakard. Végül is elvihetem. Végigjátszottam a valaki ezt a játékot fakarddal? Rizlav az igazságos. Könnyű páncél, 16. Na, ez miről szólhat? Hát majd amikor... Exportálom, vagy... Ja, mikor majd ex... Ja, mikor kif...
exportálom a videót, majd akkor elolvasgatom. Most csak így gyorsan izé átlapozom. Jó. Ja, de az elviszem magammal. Hát pénz, érték, érték, 50-et ad. Ú, ez mi ez? Ork pajzs. Zsír. Csatavárd. Ó, túl sok a cucc. Hát akkor majd megint a fölösleges dolgokat ki kell rakni. Például acélbuzogány nem kell. Ez se kell. Ez se. Ez se. Jó. Na, akkor legalább ezzel is megvagyunk. Nagy zsák. Hát abban csak liszt van, ebben csak alma van. Ebben meg semmi nincs. Itt meg van egy mentés. Jó. Jó. Ez a lád, ez nekem gyanús. Ezek szerint mégse gyanús. Levendula, nagyon jó. Gomba. Fokhagyma. Liszt. Akkor megint mentünk egyet. Aha. Valamelyik csapdát ma aktiváltam is. Krumpi az nem kell. Hopp. Hát igen, ez fájt volna, ha ebbe belemegyek. Jó, és akkor megvan akkor ez. Hát akkor ezzel legalább megvagyunk. Na nézzük akkor itt a másik oldalon. Hopp. Hopp. Egy beavatott láda. Várj egy picit. Először mentünk. Nem jó. Most lefelé vagy fölfele kell egy picit? Lefelé. Jó, ez kell. Meg szintet is léptem, meg volt benne tolvajkulcs is, úgyhogy zsír király. Na hát akkor ezzel meg vagyunk. Akkor igazából most már csak kitakaríthatom ezt a törgy agyar erődöt. Hogyha esetlegesen ugye nem tudnánk kinyitni a zárat, mert nem lenne tolvajkulcsunk, vagy esetleg nem sikerülne, akkor hogyan jutnánk befelé? Várjál! Cső! Aha! Nincs elég lélekkövem. Jó, a többi az itt marad. Na veled mi a helyzet? Te így nem, nem? Aj, fagyi! Most komolyan! Menjél már, azt tankoljál már, légy szíves. Nem olyan nagy bonyolultság ez, de szépen feljössz, puff, ennyi. Tehát nem értem, hogy most ebben mi volt olyan nagy kunst. Fagyi szégyellős, vagy nem tudom. Ó, horkantó agyar, nagyon jó. Medveprém, nagyon jó. Írha, tolvajkulcs, nagyon jó. Fajtó. Ott is ki lehet menni, nagyon jó. Nagy zsák. Káposzta. Maréksó. Jó. Vaskard. Ez nem kell. Oké, nézzük át azért az asztalokat, meg ugye a szekrényeket, meg úgy mindent. Ez egy üres zsák, nem is tudom, hogy miért kattintottam bele. Elf harci pörőj. Az igen.
Hát végül is ezek nem kellenek. Üres szekrény, üres zsák. Potik. Hercegnő titkai, igen. Vagy egy kicsit halkabban, köszönöm. Itt felvered itt a jó népet. Ahogy így tarappolsz itt. Igen, itt jöttem volna be, szerintem ez volt a fő kapu. Fő ajtó. Jó. Akkor ez itt így ennyi. Akkor most már csak az a kérdés, hogy... Itt végül is a vastört elvihetem egy ideig. Ez itt a nagy ork vezír. Fagyi? Fagyi, nagyon rossz helyen vagy. Jó, kihúzom inkább. Foglald le, köszönöm. Mi van, nem lehetek tantor ittani? Azért mondom. Nem bántott fagyit. Nem bántott fagyit. Nem. Hát nyilván beoldozsz. Cső! Gyúr. Ó, micsoda kardja van. Perzselés pallosa. Elvisszük. Ezt is, ezt is. Igen, értéktárgy kulcs, nagyon jó. Hát ezt az egészet el kéne vinni. Na nézzük akkor, tárlista 72 súlytól kéne megszabadulni valahogy. Úgyhogy akkor ez nem kell. Ezek maradnak. Na és akkor most szépen sorba. Ez nem kell. Ez se. Ez se, ez se. Ez se. Ez kell. Ez nem kell. Ez se kell. Ez marad. Az is marad. Nem kell. Ez sem. Ez főleg nem. Nincs egy fölösleges cipőm. Vagy most már tudok gyorsan futni? Nem. Háj, de gond. Most már jó. Most már zsír. Na, most már ki tudunk menni. Most már király. Na, úgyhogy legalább megvan a következő rész is, és akkor igazából már csak annyi van hátra, hogy el kell mennem, igen, Morthalba. És ott majd azt hiszem le kell bunyóznom valakivel a dolgokat, vagy hogyha jó, nagy a beszédkészségem, akkor lehet, hogy le is tudom vele beszélni. De most visszajövünk az egyetemre és lepakolunk. Gyorsan. Sok fölösleges cucc, és hát nem fölösleges, mert ugye ezeket be fogom encsázni, és utána meg majd eladogatom őket. Így nő a pénz, mennyiség, növekszik az enchant is. Meg ugye a beszédkészségem is növekedik lassan, de biztosan. Na, úgyhogy akkor... Ugye, belerakjuk ide azokat a dolgokat, amik encsásak. Például ez. Ja, a többi az nem az, úgyhogy a többit azt akkor ide beszórhatom. Itt is van még egy csomó minden, amit ugye beencsázhatnék. Jó, az nem kell. Ez se, ez se, ez se. Jó, ruházatból. Százas a tömegem? Mitől van ez? Ja, gondolom felszedtem megint minden izét. Ilyen egyéb cuccot.
Akkor ide szépen gyorsan beszórjuk az ilyen értékeket, az ilyen gránátköveket, meg hasonlóakat. Rubin. Kár, hogy a sárkánycsont karmot nem tudom kirakni. Legalábbis nem engedi a rendszer, mert azt mondja küldetéstárgy. Sajnos. A célöntecs az nem kell. Ebből semmelyik se kell. Ezekből is szépen kirakom. Jó. Oké. Ezek szerint ennek van nagy súlya. Ennek az egyébnek. Jó. Igen, ide jönnek a potik. Marad, marad, nem kell. Nem. Tűzérzékenység méreg, az nem jó. És akkor ide meg jönnek a hozzávalók. Szépen itt gyorsan kipakolok mindent. Na, már viszonylag most már jó a súlyom, úgyhogy királyságosság. És akkor mehetünk szépen kifelé. Aha. Egy pici türelmeteket kérem, mindjárt visszatérek. No, srácok, lányok, vissza is tértem. Bocsánatot kérek a kis szünetért, bár mondjuk nektek csak egy vágás lesz. Szóval, ott tartottunk, hogy el kell nekünk menni hajnalcsillagba, igen, majd, de a legfontosabb az, hogy nekem itt el kell jutnom Morthalba. És a legegyszerűbb az, hogyha innen megyünk. No. Illetve, majd szerintem az lesz, hogy most egy pár részig nem fogok enchantingolni, hanem most ugye az lesz egy jó darabig, hogy... Arra. Tehát most egy darabig az lesz, hogy gyűjtögetem a lélekköveket, meg gyűjtögetem ugye a cuccokat, felhalmozom őket, és akkor majd egyszer csak megint felhúzom az enchantingot. Mégis most egyelőre 80-asra kéne felhúzni. És akkor... Opa! Hát ezt most elszúrtam. Most mindegy, akkor most már így alakult. Tehát... 80-asra kéne ugye felhúzni, és akkor 100%-osak lennének az enchantingaim. Az összes. Ja, most igazából most két tanulást azt most így elodáztam. Nagyon csúnyám. Pókok. Most már tuti rajta van. Jó. Tuti rajta van? Most már biztosan. Jó. Na, hova repült a másik? Idáig elrepült. Na. Szóval a gondolatmenethez hozzá csatolva, illetve visszatérve a gondolatmenetemhez. Ó. Szitakötők. Azokat is gyűjteni kéne, azt hiszem, az is alkímiai alapanyagnak számít. A szitakötő szárny. Cső. Azt hiszem, ezek apró lelkek. Ezek az állatkák. Ja, elvileg mindegyes állatnak a lelkét, hogyha elkapom, az aprónak számít, vagy kicsinek. Ugye attól függ. Azt hiszem egy ilyen medvének, azt hiszem annak kis lelke van. Az ilyen kis alapkis akármicsodáknak, ilyen kis pókoknak, meg hasonlóknak, azt hiszem azoknak meg apró. Illetve, ami nekem a kovácsolást kéne amúgy felhúznom. Szerintem azt kellene tanulgatnom. És amúgy... Itt Markardban van egy kovács, egy ork kovácsasszony, akinél 50-esig fel tudom húzni én a kovácsolásomat.
Úgyhogy lehet, hogy szerintem most arra kéne majd rámenni. Hogy majd nála kéne eladogatnom a cuccokat. Ja, szerintem majd az lesz. Mert közben megérkeztünk? Ja, megjöttünk Morthalba. Most ez sikerült? Na most már biztosan. Az anyádat mekkorát csapta. Ne. Amúgy is kell ezeknek is a kitínje. Na most itt valahogyan föl kéne mászni. Így ne. És akkor, ha már ez így alakult, akkor meg kéne keresnem azt a személyt, aki kell nekem. It's no use. Let's get back to Aden. Szóval ez is valami Daedra küldetés lesz. Na, hello! Igen, zaklatottnak tűnsz. The world's going mad, and our Jarl does what? She hides inside with her visions. We need a leader, not some mystic. Na, mert nem bízol a Jarlban? How can I? She never speaks with us. She has allowed this wizard, Falcon, to live in our midst practicing gods know what. And now there's talk of rebellion and dragons? What help could Idgrat be against them? No. We can only rely on ourselves. You do well to remember that. Jó, Jarl. Trust you saw the house that burned down. Peculiar bit of business that was. And that's on top of noises from the marsh in the night. Tales of monsters. And now this wizard in our midst. What's a man to do if he can't look to his Jarl for help? Na, akkor a penge darabot. I don't know what you're talking about, stranger. Tényleg? I've heard of him. My father had suspicions about his connection to the mythic dawn. Guess they were true. I don't need this. My family wasted 8 generations keeping that razor safe from a dead cult. As far as I care, it can stay locked in my house. Akkor nem fog hiányozni. I don't care, but my ancestors do. You can't have it. És ha kifizetem? Nem, hogyha megfélemlítem. Easy. Here. These are the keys. The hilt is in a chest in my house. Just don't hurt anyone. Jó. Oké. Köszi. Until next time. Látod, ennyi. Az erőszak néha megoldás. Oh, hello. Ja, bocsánat, orknő vagyok. Akkor viszlát. Orkasszonyként kell gondolkodnom. Nem nézhetek meg csak, hogy mindenféle hölgyet. Na, akkor szépen ide begyűvünk. És akkor ezeket én most így elvihetem. Ezek szerint. Lami. Azért körbenézek, hogy... Bocsi. Szóval azért körbenézek, hogy van-e valami... érték, érdemleges dolog, valami könyv, vagy bármi. De ahogy nézem, nem nagyon. Fúj, de undorító. Jó, hát akkor ennyi. Na, mondom, hogy ez kicsit az egyszerűbb volt. Tehát az utolsó darab. Na, és akkor elvileg most megvan mind a három. Sőt, gyakorlatilag is megvan mind a három. Ja, mind a három megvan, úgyhogy mehetek vissza. Utána pedig meg kell keresnünk a Dagon szentét. Most hát nagyon nem kell megkeresni, mert igazából el tudunk oda sétálni. Mondjuk, hogy azt mondom neki, hát végülis, hogy azt mondom neki, menjünk együtt, akkor igen, akkor csak követnem kell. Akkor szépen elfutunk odáig.
Na, akkor szevasz. Remélem, hogy itthon van amúgy. Na, hello. What is it? Do you have one of the razor fragments? Jó, most egyesem is odaadhatnám, de megvan az összes így egybe. All at once. You're efficient. I like that. Here's your reward. Finally, all the pieces of Merun's razor are in my hands. 2400. It's time I let you in on something. There's a fourth piece. That scabbard in the display case, built to house the razor. And there's more. I know how to put all the pieces together. We just need to take them to Dagon's shrine and contact the Lord of Change directly. Again? Ever since I was a boy, I felt this strange sense of destiny surrounding the Mythic Dawn cult. And now I know what it is. Don't you see? Fate has led you to me and to the pieces. Dagon has to answer our call. We're so close. I'll meet you at the shrine. Jó. Hát akkor sétálás lesz. Futi-futi. Na most elvileg ennek a küldetésnek is két kimenetele lehet. Most ez hova lett? Na mindegy. Szóval ennek is elvileg két kimenetele lehet. Hol ez a Dagon szenté? Ó, baszki. Mondjuk én itt át tudok ugrálni, úgyhogy igazából nem is kell annyira sétálni, mert oda megyünk ahhoz a sárkányoltárhoz. És igazából onnan meg átmászok a hegyen. Gondolt a szóvé, igen. Aztán közbeszólt az ellenfél áradat. Az anyádat. Egy. Leidézzük az elementált, mert hát ha. Figyelmet terel. Ó, lidérc anya. Igen, nincsenek sárkányok. Helyette más ellenfelek vannak itt. Tényleg a lidérc anyát addig nem tudom sebezni, ameddig ezek a kis izék itt vannak. Vagyis hát tudom sebezni, csak eléggé keveset bele. Oké. Okay. Az a gond, hogy kevés a manám. Ó. Oh. Na, várja már. Te ugyanúgy jeges vagy, mint én. Jó, most mentünk egyet. Kéne dualkaszt. Nem, nem. Nem és sehova. Köszönöm. Lidérc burok, nagyon jó. Mi nem tudok se... Jó, hogy egész eddig googoltam. Ó. Oh. Hát az kellemetlen. Jó, lidérc mag, nagyon jó. Csillámporok. Csillámporokat ad, az nagyon jó. Akatos szentélye. Hát jó, az egyik sárkányt akkor, az egyik sárkány hatalom szavat akkor most meg tudom szedni. Harci pörő az jöhet, balzsamozó az nem kell. Semmi láda nincs itt oldalt. Mondjuk először fel kéne szednem a hatalom szót, szavakat. Fagy. Ja, mondjuk nem csodálom, hogy a lidérc, a fagy lidérc volt itt akkor. Az őrizte a hatalom szó, szavakat. Ja, hát akkor az itt így ennyi. És akkor megyünk a Dagon szentélyhez, ide át a túloldalra. Ez vajon mi lehet? Holdkő érc. Nagyon jó.
Na, amúgy is ott kicsit kéne takarítani, mert jól emlékszem, akkor itt trollok is vannak. Jó. Akkor ezzel így megvagyunk. Na szóval ennek a küldetésnek két kimenetele lehet. Az egyikben az van, hogy... hát Dagon mellé állunk. És az ő eszköze leszünk. Csak akkor cserébe meg kell ölnem ezt a... Siluszt, vagy hogy hívják ezt? Ezt a csókát. És akkor cserébe be tudok majd menni Dagonnak a szentélyébe. Ahol elég jó cuccok vannak. Hello. I'll place the pieces on the altar, and Dagon should speak to us. Ja, én is attól félek. Tehát, hogyha megölöm elvileg ezt a Siluszt, akkor ide be tudok menni. A szentélybe. Ha nem ölöm meg, akkor meg nem tudok bemenni. We have brought your razor to you. We beg you, please, bring the blade's full glory to Tamriel again. It's not working. Why don't you give it a try? Just put your hands on the altar. Jó, mentünk egyet, az hajra. Mortal, you are worthy of speaking to. You have claimed the pieces of my razor. It has been an amusing game to witness. But Dagon does not declare a winner while there is a pawn on the board. Kill Silas. He and his family have served their purpose. Segített megkeresni az arabokat, megérdemli, hogy éljen. Only Dagon can declare if a pawn is worth keeping. I have spoken. Kill him. Take your rightful place as my champion, or I will crush you. Vagy nem. Igen? Wait, wait! Don't kill me! There's another way. I can take the pieces back to my museum, seal them in a display case. You get a generous amount of gold, I get to complete my collection, and nobody has to die. Nagyon zsír. Akkor tűnés. Thank you. Here's your gold. I'll make a run for it back to Dawnstar. You think to betray Mehrunes Dagon? Suffer. Never should have come here. Aha. Béké hagyod. Mi van, kicsit drámóra? Tököm van itt mögöttem. Na, vagy, jól vagy? Cső? Daedra szív, nagyon jó. Ó, és megkapom a kulcsot is a szentélyhez, akkor be tudok menni, nagyon zsír. Hagyd békén az elementálomat, fagyit nem bántod? Köcsög. Nem bántod. A Daedra szív amúgy az fontos. Ne! Ne! Ne 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 ne. Jégli dérc. Ciki lenne, hogyha ez ölne meg. Ja, hogy ez baszki az immunissa, tényleg. Na azé. Ó, hogy az a... A francba már. Most aztán hova esett ennek a teste? Náááá. Ó! Megvan! Ez az. A Daedra szív az nagyon fontos. Lesz egy másik Daedra küldetés, azt hiszem.
ahol kelleni fog egy darab Daedra-szív. Meg egy darab trollháj. Na mi van te? Akkor most szépen ide benézünk. Most, hogy ezzel megvagyunk. És akkor kilótoljuk innen a dolgokat. Nekem egy Daedra ne szóljon be. Az csak, amit akarok. Azt hiszem, ezt benézted. Jó, egy halott. Na, mi van? Nem mész sehova. Öbugris dremórák. Ó, Daedra szív, nagyon jó. Daedra szív, nagyon jó. Köszi, Fagyi, nagyon jó vagy. Jó, és innen elviszünk mindent. Oké, és... Ó, te! Micsoda értékek! Jaj, nem, már most ez oda bevugolt. A francba. Sajnos az a kóra bebugolt. Szóval nem fogom tudni kiszedni. Marék só, és nagyon-nagyon sok minden van itt. Nagyon sok érték. Ó, erősebb íjászat pikkel sisakja, nagyon jó. Apró lélekkő, csillámpor, igen. Tűzcsóva. Most nem tudom, hogy azt ismerem-e. Mindjárt megnézzük. Most már ismerem. Úgyhogy nagyon-nagyon érdemes volt ezt megcsinálni, ezt a küldetést. Pénz is van itt, nagyon jó. Igen, igen. Igen. Páncélbűvölések, katalógus, akkor az enchanting. Azaz, bűvölés. Ez bűvölős könyvecske. Nagyon jó. Nagyon zsír. Ja, ez üres. Ijászatos sisak, nagyon jó. Csillámpor, nagyon jó. Ében öntecs erődala. Itala. Dala. Hülye. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Jó. Ez se rossz, nagyon jó. Nagyon jó kis cuccok voltak itt. Zsír, úgyhogy megérte. Ez a küldetés az nagyon-nagyon megérte. Most már csak egyetlen egy dolgot kéne még megnéznem. Hogy most, hogy ezzel így megvagyunk, most visszamegyünk hajnalcsillagba. És megnézzük, hogy a múzeumnál mi történt, hogy mi történik. Most így cserébe nem kapom meg azt a tört, ami amúgy a legjobb... Tehát, hogyha valaki ilyen assassint húz, ilyen sunyulós assassint és törrel akar harcolni, akkor az a tör a legjobb szerintem a játékban. Nem is tudom, hogy mi a bónusza, de valami irdatlan nagy sebzést tud kiosztani, hogyha te sunyulásból hátulról valakit elkapsz. Valami irdatlan nagy sebzést csinál. Sőt, nem, azt hiszem az a különleges képessége, hogy one-shotolhat. De szinte bármit. The museum is doing well. I haven't told anyone about the incident with the razor. I never thought all I would want is peace and quiet, but I think our little adventure scared me straight. Ha gondolom. The museum is doing well. Jó, és amúgy ezeket én itt megkaphatom? Incident with the razor. Jó, ez el van zárva nyilván. De ezeket így kinyithatom? Ezzel semmi gond nem lesz, hogy én ezeket nyitogatom? Paszki. Jó, nem viszem el, csak el akarom olvasni. Nem, ez lopásnak számít. És akkor csak elolvassuk.
Okay. Okay. És akkor elvileg az utolsó könyv. Jó. Hát akkor ez itt marad. Akkor ezt is kinyitjuk. Hát ez nem jött össze, akkor szerintem ez a túloldalt lesz. Aha. Jó. Mondjuk ennek sok értelme nincsen, de legalább az aranyításon fejlődött. Ezt amúgy én nem kaphatom meg ezeket a cuccokat itt? Ó, ez instant eltört. Hol van? Aha. Nem, az lopásnak minősül. Stop, thief! Okay, csak hadd nézzem meg, hogy mire jó. Tehát, hogy mit ad. Ó. Oh. Jó. Jó, hát akkor ez itt marad. Bocsánat! Jó, hát igaz, akkor úgy nézzük, akkor semmi olyan cucc nincsen benne, ami nekem úgy kellett volna. 75%-kal gyorsabban töltődik a mana, hát végül is. Nem sok, de legalább kevés. Na, srácok, lányok, akkor én visszamegyek az akadémiára, akkor úgy nézzük, akkor ez a Daedra küldetés is kész van. Sőt, akkor nézzük úgy, hogy igen, hogy kész is van. És akkor... Most három Daedra küldetés igazából így van így a fejembe. Az egyik az ott van fönt a hegynek a tetején, oda föl kéne menni. Az mondjuk azért jó, mert az enchantingomat tudja segíteni nagyon-nagyon sokkal. Úgyhogy lehet, hogy szerintem azzal fogjuk mi azt folytatni. Sőt, szerintem azzal is kéne. Úgyhogy most csak annyit teszünk, hogy feljövünk ide. Közben lepakolok, meg ugye közben még ugye gondolkodok, hogy mi merre hány méter. Mert megnézzük, hogy milyen cuccokat szedtem össze, hogy nem kell-e valamit disenchantolni. Most így fejből nem tudom. Aha. Hát az a sorázslatok 11% olcsóbbak. Hát mindegy, most ezt akkor így disenchantoljuk. Jó. A többit meg akkor szépen gyorsan elpakoljuk. Na tehát ugye azon gondolkodok, hogy... Igen. Oké, akkor ezeket betesszük. Tehát, hogy valószínűleg nekem az a küldetés kellene, mert az azt csinálja, hogyha azt megcsináltuk, akkor... akkor kapok egy ilyen lélekkövet. Egy olyan lélekkövet, mondjuk az is ugye attól függ, hogy hogy fejezem be a küldetést. Mert kétféle lélek... kövem lehet egy ilyen dárkos, meg lehet ilyen fényes, de én szerintem a dárkosat fogom választani, mert a dárkosba elvileg, ha jól emlékszem, akkor úgy van, hogy a dárkosba bele lehet rakni bármilyen hatalmas lelket, tehát igazából bármilyen lelket bele lehet rakni, ez lehet ezért dark is, meg lehet rendes lélek is. Mi kell nekem ide? Ital. Jó, a varázserő italokat ugye azokat megtartom. Minden más ugye azt kipakolok. Jó. Hozzávalókat ugye ide szépen elrakjuk. A Daedra szívet is nagyon szépen elpakoljuk. Aztán majd alkimiázgatok is majd valamikor, de valószínűleg nem mostanában fog az megvalósulni. És akkor nagyon jó, hogy izéket összeszedtem, lélekköveket, úgyhogy ezeket majd meg is tudom majd akkor tölteni. Nyomatok ide meg öntecseket. Igazából azok, amik még húzzák a súlyomat. Ez a 10 darab. Ez a holdkövércek. Ében öntecs, az igen. Akkor mi van még nálam, ami még így húzza a súlyomat? Szerintem a izék.
Most van egy tekercs, ja, végülis itt a kaja. Meg a könyvek, ja. Mégis a könyveket, azokat, hát majd eladogatom, na. De lényeg a lényeg, srácok, lányok, hogy akkor itt fejezzük be eme részt. És akkor következő részben akkor elmegyünk a... Azt hiszem az ura? Azt hiszem úgy hívják azt a Daedrát. Szerintem az urának hívják. Oda szépen fölmászunk, és megcsináljuk azt a küldetést is, és a végén pedig kapni fogok akkor egy az ura csillagát, elvileg, és akkor abba bármilyen lelket bele tudok rakni. Még a leghatalmasabb lelkeket is el tudom szívni vele. Nagyon jó. Na úgyhogy srácok, lányok, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, ugyatosok fizetet, vigyázzatok magatokra és egymásra, és a következő részben pedig folytatjuk Orsinak a kalandjait itt a Skyrimben. Sziasztok!